Folytatjuk tovább a délelőttöt, méghozzá zenével indítjuk a következő felvonásunkat, és egészen a kicsikkel, a gyerekekkel fogunk foglalkozni. Itt van már velem a stúdióban Kovácsovics Fruzsina, énekesnő. Szia, szeretettel Hello, köszöntelek. Szia. Hát, hogy ugye a gyerekeknek szólnak elsősorban a dalaid, és talán menjünk vissza egészen 2012-be, hiszen akkor jelent meg az első gyermeklemezed, és hát először azért nem gyerekeknek énekeltél. Mi volt ez a váltás, vagy mi indította be ezt az irányt nálad? Hát ugye én most már lassan 11 éve, tényleg, most lesz 11 éve szerintem, vagy most van körülbelül 11 éve, hogy feltűntem a tehetségkutatóban, és onnantól akkor elindult ez a zenei pályafutásom. És hát egyrészt fiatal voltam, más korszakomban voltam, mint hogy én nagyon-nagyon öreg lennék most, bár 30 éves leszek egy hónap múlva, úgyhogy szóval nagyon sok hatásért nyilván akkor nagyon-nagyon fel voltak pörögve az események, és úgy vitta az áramlat magával, és akkor így nyilván zenélgettem, de nem igazán éreztem soha teljesen magaménak. Már a második lemezen írhattam saját magam a dalaimat, de azért ezek nagyon komplex dolgok, csak hogy odaálljak, hogy na én akkor most szeretnék az én dalaimmal akkor itt most koncertezni, és a többi. Nyilván ez ennél komplexebb dolog, és egyszerűen már nem éreztem magam kényelmesen. Ahogy múltak az évek, ugye egyre idősebb lettem, egyre jobban állt bennem össze az, hogy milyen személyiség is vagyok, vagyis hát voltam akkor éppen. Én emlékszem erre az időszakra, vagy én emlékszem a 11 évvel ezelőtti tehetségkutatóra, és az a körüli Kovácsovics Fruzsinára, és azért mindig ez a mosolygás, az örök optimizmus és a vidámság árad belőled, és a dalaidból is, szóval annyira nem volt ez egy nagy váltás. Igen, de azért zeneileg, tehát rólam tudni kell, hogy én nagyon-nagyon szeretem a jazz zenét, a folk zenét, a country zenét, a swinget, tehát én nagyon imádtam ezt, és akkor igazából sokszor éreztem magam olyan helyzetben, mintha egy picit rám lenne nyomva, hogy de most ez a divat, és akkor hát nyilván, ahogy a lemezkiadók, a menedzsmentek próbálják ütni a vasat ilyenkor, amíg meleg, mindig az aktuális divatot követni éppen, akkor éppen ez volt az, és én számomra nem voltak annyira kényelmesek ezek a koncertek, a formájuk, a helyek, ahol voltunk, a minőségük, úgyhogy Azt éreztem, hogy egyre kevésbé érzem otthonosan magam, és én azt gondolom, hogy egy elég ösztönös ember vagyok, és még hogyha nagyon tudatosan próbálom elnyomni az ösztöneimet, akkor is ezért nekem jeleznek a testemen, mindenen keresztül, komolyan, tehát hogy elkezdtem annyira rosszul érezni már magam ebben az egészben, lelkileg, fizikálisan, mindenhogy, hogy úgy döntöttem, hogy ennek véget kell vetnem. Tehát eljött ez a pont, amikor azt mondtam, hogy én azt szeretném csinálni, amit élvezek. Na de ott voltam, hogy mi az, amit élvezek? Na ez az, és ilyenkor hogyan lehetett megtalálni azt, hogy kicsit visszább veszel, kicsit behúzod a kéziféket, de azért mégis keresed, vagy megtalálod a számodra ideális helyzetet, és végül is hivatást is, mert itt aztán a kettő végül is összeért. Igen. Nekem ezt sehogy nem lehetett finoman csinálni. Tehát ez nekem az volt, hogy elvágtam mindent. Minden kapcsolatot a médiával, minden kapcsolatot az előtti lemezzel kapcsolatos, tehát lemezkiadó menedzsment mindenkivel, és azt mondtam, hogy én most tökéletesen tiszta lapot szeretnék az életembe, és ez egy nagyon nehéz döntés volt, és egy nagyon nehéz lelki folyamat volt utána, ugye visszarázódni a normális életbe, hogy a sok-sok temérdek impulzus után le tudjak ülni és elolvasni egy könyvet, és igenis az nagyon normális, hogy hazamegyek, főzök, sütök, nem tudom, tehát hogy egy nyugis élethez újra visszaszokni. Na de ez az, ami egy bátor döntés volt, de azért valamennyire szerintem veszélyes döntés is volt, vagy kívülállóként ez egy olyan nagy ugrásnak tűnik, és nem biztos, hogy ott van mondjuk a biztosító kötél, mondjuk lehet a családod vagy a barátaid, de az, hogy egy befutott, sikeres, fiatal énekesnő megteheti-e azt, hogy visszavesz, és akkor hazamegy, és főz, és olvas, és otthon van, és hogy ezt a zenei pályafutást, ez nem volt ebben valami bizonytalanság, hogy most örökre elvágod? Nem. Iszonyatosan sok bizonytalanság volt, de mondjuk, ahogy mondtad, azért nekem egy elképesztően
erős és stabil háló az én családom, tehát hogy bármi van, bármerre megyek az életbe hozzájuk, mindig vissza tudok nyúlni, ezért a döntéseimet ez mindig megkönnyíti, de ez egy nagyon veszélyes dolog volt, hiszen nem tudtam, hogy mit akarok igazából, azt tudtam, hogy mit nem akarok. És azért egy kicsit így beleugrani a bizonytalanságba, az akkor ott azt gondolom, hogy egy nagyon vakmerő, bátor cselekedet volt, de hogy a lehető legjobban sült el. Mert hogy én már ugye azért az előző zenéléssel párhuzamosan elkezdtem az óvodapedagógiát, tehát azt tudtam, hogy szeretnék tanulni, tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, tehát ez valahogy már munkálkodott bennem. És igazából abba hagytam azt a formáját a zenélésnek, és kb. Fél év telt el, amíg nem tudtam, képzeld el, hangszerre nézni, nem tudtam hangszerre gondolni, nem tudtam arra gondolni, hogy én fellépjek egy színpadra. Olyannyira lezártam mindent. És akkor egyszer csak elkezdtem érezni, hogy én zongorázni szeretnék újra. Elkezdtem zongorázni, és egyszerűen elkezdtek születni az ötletek, és pont ez a fajta ösztönösség, ami munkálkodik bennem, elkezdett egy más úton így kifelé jönni belőlem. És ez ilyen, tehát ez nem voltak ezeknek ilyen nagyon, nagyon komoly fordulói, meg állomásai, hanem sokkal inkább ez a gyerekzene, ez mint egy ilyen, nem tudom, mint a kés a vajban, így úgy alakult. Amiket tanultam a sulibat, ott az beleszőttem így a dalaimba, és akkor azokról írtam, nagyon sokat olvastam a gyerekekről, nagyon sokat tanultam róluk, úgyhogy így imádtam ezt. Aztán az első lemezetek végül is ilyen fele-fele arányban nagyjából saját dalokból és megzenésített versekből állt, vagy voltak rajta? Voltak rajta, inkább így mondom, igen, voltak rajta. Na most nézzük meg egy kicsit a gyerekeknek szóló dalokat, mert én azt látom, hogy azért elég erőteljesen jelen vannak a gagyi dolgok is ebben a műfajban, amikor ilyen kicsit ilyen butának nézik a gyerekeket, ilyen nagyon egyszerű dallamok, nagyon egyszerű szövegek. Na ebben hogyan lehet? Mármint ebben talán azt mondom, hogy nem nehéz kitűnni, de te mire törekszel a gyerekeknek szóló dalokban, vagy a szövegekben, a zenében? Hát ugye erre is nagyon nehéz válaszolni, mert nagyon sok olyan véleménnyel találkoztam már itt-ottamot, hogy a gyerekhez nem kell úgy beszélni, mintha gyerek lenne, hanem hogy beszéljek egy gyerekhez? Hát a gyerek az gyerek. Tehát én szerintem nagyon sok felnőtt elrontja azzal, hogy egy gyereket nem gyerekként kezel. Vagy elrontja azzal, hogy egy gyereket túlságosan gyerekként kezel. Tehát ugye ez a kis gagyogós, prüntjögős dolog. Nekem igazából egyik sem jön természetesen. Mivel nagyon sokat tanultam, nagyon sokat vagyok gyerekek között, ezért szerintem erre rá lehet érezni, hogy milyen az ő világuk. Rengeteget beszélgetek velük, nagyon sokat játszom velük. Nekem nagyon fontos az, hogy a dalaim így a fantáziájukra hasson. Szóval hassanak a dalaim, de pontosabban. Nagyon fontos az, hogy olyan képeket rakjak bele, amikbe bele tudnak helyezkedni. Tehát nekem a dalaim azok általában történeteket mesélnek el. Én nagyon szeretem, hogyha úgy tud összejönni a dolog, hogy valamilyen ismeretterjesztő dolog is benne van, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen bújtatott tanulás. És raffinált. Igen, és ugye ebben van nekem egy picit könnyebb helyzetem, vagy volt, amikor az előző lemezt csináltuk, hiszen amiket tanultam például természetismeretből, ebből, abból, amabból, azokat beleszőttem, és akkor írtam egy dalt a madarakról, de játékosan, de azért ott volt benne az információ, amit szerettem volna, hogy így megtanuljanak, meg elsajátítsanak, úgyhogy nálam ez is valahogy így ösztönösen jön, én olyan dalokat írok, amik engem is szórakoztatnak, amik mesések, mármint úgy értem, hogy ilyen kis mesés történeteket mesélnek el. Hogyan születnek ezek a dalok mostanában? Nem tudom, leülsz egy szobad délután, és akkor megírod a dalt? Igen. Szóval régebben az volt inkább jellemző, hogy így, mit tudom, buszon mentem, itt-ott, jöttek ötletek, rögtön írtam le. Szóval, hogy ez egy sokkal szabadabb dolog volt. Most már azt hiszem, hogy átálltam arra, inkább ez a jellemző. Persze mondjuk azért nyilván ez sem mindig így van, de inkább az a jellemző, hogy tudatosan leülök, megkeresem a témát, mi az, ami előtte beszélgetek gyerekekkel, tehát már úgy felmérem, hogy mi az, ami érdekelné őket,
És akkor elkapnak ilyen, tehát hogyha én igazán koncentrálok erre a dologra, akkor elkapnak ötletek, dallamok, témák, és meglepően gördülékenyen tud ez így megszületni, hogyha az alapgondolat megvan. Most akkor így elcsodálkoztam, hogy mennyi mindent tudhatsz a dínokról, meg a hercegnőkről. Talán... Ne viccelj! Már csak azért is, mert dínomániás vagyok teljes mértékben. Hát akkor a Kovácsovics Fruzsina dalai, az énekesnői személyiséged az akkor egészen ugyanaz, mint a te saját vidám kis személyiséged. Tehát mondtad, hogy jövő hónapban leszel 30 éves, de azért valahol örök gyerek maradsz, vagy maradtál. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem vagyok örök vidám egyébként, ez szerintem egy tévhit róla, én csak azt gondolom inkább, hogy próbálom a pozitív oldalról megközelíteni a dolgokat, én is küzdök sok dologgal, én is vagyok nagyon sokszor elkeseredett, nekem is néha nagyon munkás az a mosoly, de hogy általában sikerülni szokott, lekopogom, és tény is való, hogy mostanában inkább a felnőtt énemet éreztem túlsúlyban, de valahol mindig ott van az a gyerek, akihez vissza tudok nyúlni, és aki ilyen szituációban elő tud jönni, és azt mondja, hogy na most akkor engedd, majd én mondom, hogy mit írjál. Klassz lehet. Nézzük meg, hogy merre fele jársz majd az elkövetkezendő időszakban. Merre fele lesznek koncertjeid? Hát ugye nálunk így a gyerekvilágban, ami nagyon intenzív időszak koncertek tekintetében, az a december, ugye a Mikulás meg a karácsonyi bulik miatt, hát ilyenkor rengeteg gyerekrendezvény van, és hát a tavasztól nyár végéig. Tehát ez a nagyon-nagyon intenzív időszak, és ugye most jön majd a december. Rengeteg felé leszek. Tehát, hogy pont most néztem, hogy körülbelül most járok ilyen 20 koncertnél decemberben. Leszek a Vasúttörténeti Parkban, ott legalább 5-6-szor, szóval, hogy ott nagyon sokszor. Leszek vidéken is, játszóházakban is leszek itt Budapesten. Sok lesz most a budapesti koncert is, de hát ezt a honlapomon meg lehet nézni, a koncertnaptáramban azért így lehet követni, meg a Facebookomon is általában így kirakom. Igen, és nagyon aktív vagy például a közösségi oldaladon. Úgy azért tényleg, de jó, hogy te ezt mondod, mert a menedzsment az mindig üt engem, hogy gyerünk, még rakják, az embereknek információra van szükségük, és én azért, aki ismer, azt tudja, hogy nem vagyok kifejezetten az a nagyon magamutogató típus, tehát az, hogy én most elmegyek valahol és szelfiket csináljak, az nekem egy munka. De azért, hogy mondjam, betekintést engedsz az életedbe, a gondolataidba, a kis személyiségedbe, de azért megvan az a határ, amin egy bizonyos szinten túl már nem engedett be a nézőket vagy rajongókat, ami szerintem nagyon klassz, de azért jó, hogy ezeket a pozitív gondolatokat, üzeneteket megosztod a felnőtt rajongó táborral is. Nagyon örülök, hogy te ezt mondod, mert ez egy jó visszajelzés, hogy akkor mégsem olyan nagyon kevés, amit megosztok. Igen, én ebben azt gondolom, hogy keresem az egyensúlyt, hogy mi az, amit így közzé tehetek, és mi az, vagy közzé szeretnék tenni, és mi az, amit nem. Úgyhogy hát mindennel az életben így van ez, hogy így egyensúlyozgatni próbálok, hogy hol is van pontosan. Mi a helyzet a versírással? Mert azt láttam, hogy igen, saját most verseket is meg szoktál osztani. Az most nagyon nagy szerelem. Ugye pont erre mondtam azt, hogy talán mostanában inkább a felnőtt énem volt túlsúlyban, vagy így túlnyomóan az munkálkodott bennem. Nagyon-nagyon sok verset írok most, nagyon, tehát rengeteget. Lesznek-e a versekből dalok, vagy van-e átmenet a két műfaj között? Van egyébként, vannak, csak ugye ezek a versek, ezek most így furcsán hangzik, de inkább öncélúak. Szóval, hogy nem kifejezetten a közjavára készülnek, ezek hiába egy párat megosztok, majd nagyon nagy vágyam, hogy egyszer legyen belőle egy verses kötet, de ezek inkább ilyen terápiás jelleggel születnek, tehát én nagyon sokszor nagyon nehezen fejezem ki magam, még magam számára is, viszont ugye, ahogy mondtam, elég ösztönös vagyok, és valahogy ezektől így megkönnyebbülök, úgyhogy nem tudom, nekem ez egy tök jó út. Nagyon sok mindenkinek vannak módszerei, valaki boxol, valaki nem tudom, ezt csinálja, párnába ordít, nem tudom, vannak ilyen feszültségoldó dolgok. Nekem például lesz, hogyha elakadok, akkor így tud távozni, úgyhogy ez egy nagy szerelem most nekem ez a versírás, mert nagyon sok dolgon itt túl tud lendíteni. De hát most csináljuk az új gyereklemezt, úgyhogy most kőkeményen
hozom a gyereket, hogy gyere, gyere elő. Mikorra várhatjuk ennek a megjelenését? Tavasszal. Tehát igen. A munkás december után akkor munkás folytatódik december, majd. Igen, sőt, mi több egy felnőtteknek szóló zenét játszó zenekarral is most, egy ilyen Gypsy Swing zenekarral is együtt zenélek, és velük is tavasszal csináljuk a lemezt, úgyhogy nem gondolom, hogy feltétlenül pihentető időszak lesz, de én nem is nagyon szeretem. Szóval én azt szeretem, hogyha pörgés van, és mennek a dolgok. Hát Frusi, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm. És akkor jó munkát kívánunk az előtted álló időszakhoz. Köszönöm szépen.